megtartotta a rendes közgyűlés előtti utolsó ülését a Szekszárdi Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság. A találkozón 15 napi rendet tárgyaltak meg a képviselők. Döntöttünk az óvodai és iskolás gyermekek napközbeni ellátásának felügyeletéről, vagy illetve annak biztosításáról a nyári szünet alatt. Hiszen helyi önkormányzati feladata a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása, így a gyermekek napközbeni ellátása, melyre az általános iskolás korosztály számára nyáron is szükség van. Július 1-e és augusztus 20-a között a napközis ellátást az önkormányzat 7 héten keresztül biztosítja, összesen 39 összevont csoportban. Először a Babits Mihály általános iskolában, azt követően a DNS Valéria, a Garai János és végül a Baka István általános iskolában tartanak nyári napközit a gyerekeknek Szekszárdon. Ezen kívül az egészségügyi gondnokság beszámolóját is meghallgathatták, és el is fogadták azt a tagok. A gondnokságvezető asszony kifejtette aggodalmát az orvosok átlag életkorának rendkívül magas, tehát az orvosok magas átlag életkoráról, illetve az orvoshiányról, de ez országos probléma, és sajnos Szekszárdnak is ezzel szembesülnie kell. A megtárgyalt 15 napi rendi pontból 11 a közgyűlés elé kerül a csütörtöki rendesülésen.